Ünnepélyes keretek között adták át a felújított Somogyi Rezső általános iskolát Kisvárdán. Az intézmény a város legrégebbi iskolája, még 1875-ben épült. A főépület a legrégebbi szárnya az iskolának, a korszerűsítésére már nagy volt az igény. A beruházás során teljesen felújították a mellékhelyiségeket, lecserélték a tantermek és a folyosók fal burkolatát, valamint az ajtókat is. Ez mind a 9 teremben megvalósult. A beruházás során az irodák is megszépültek, de a teljes fűtési rendszer is megújult. Ezeken túl oktatási eszközöket, iskola és irodabútorokat is vásároltak. Ezekre a fejlesztésekre 146,2 millió forintot kapott az intézmény. A Somogyi Rezső általános iskolában 266 diák hétköznapjait segíti a korszerűsítés. Iskolánknak két fő profilja van, az első, egyik a nyelvi képzés, ami évek óta már nagy sikerrel folyik, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 8-ból leballagó diákjaink közül nagyon sokan rendelkeznek már középfokú komplex, vagy pedig szóbeli és írásbeli nyelvvizsgával. A másik pedig a sakka fő profilunk, ami a Polgár Judit Sakka Alapítvány referencia iskolájának is tagjai vagyunk. Jelenti ezt a sakkos projektet, és diákjaink versenyekre, tehetségkutatókra járnak. A kisvárdai tankerületi központban több intézmény is megújulhatott egy pályázatnak köszönhetően. Ezekre a fejlesztésekre már nagy volt az igény, hiszen évek óta nem volt ehhez hasonló beruházás, amely az oktató-nevelő munkát ilyen nagy mértékben segíti. Tankerületi szinten összesen 2010 tanuló iskolai körülményeit javítja a korszerűsítés. A tankerületi központunk az FOP 4.1.3 17-es kódszámú pályázat keretében 7 intézményben pályázott felújításra, infrastruktúrális fejlesztésekre. Ezekben a fejlesztésekben megújultak az intézményeknek a belső területei, megújultak a nyilászárók, felújításra kerültek a mosdók, fűtéskorszerűsítésre is sor került, illetve taneszközöket vásároltunk, iskolabútorokat, irodabútorokat. Az átadó ünnepségen a város polgármestere azt hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a diákok és pedagógusok egyaránt jól érezzék magukat az intézményben, és öröm legyen iskolába járni. Kisvárdán 2 általános iskola is megújult a pályázatnak köszönhetően. Egy legfontosabb, a nevelési intézményeink megújuljanak, olyan infrastruktúra legyen, ami nagyban segíti az oktatás nevelést, és mind a két iskola, egyik egy legrégebbi iskolánk, a Somogyi Rezső, több mint 100 éves, a másik iskolánk egy újabb iskola, de ugyanolyan nívó színvonalas munkát végeznek, és mind a két intézményre ráfért már egy nagy arányú felújítás. A fejlesztések segítik a minőségi oktatást és nevelést, valamint megteremtik azt a lehetőséget, hogy minden településen adott legyen az iskolák modernkor igényeinek megfelelő 21. századi felszereltsége.